Ez itt a Bátor Televízió műsora. Köszöntöm Önöket! Mindenek előtt rövid híreink. Egységes arculat, azonosítható megjelenés, szeptember végéig várják a pályázatokat. Ez a pályázatnak az a célja, hogy a bejövő utaknál és a körforgalmaknál egy egységes arculatot, Nyírbátorra jellemző, történelmére jellemző, arculatára jellemző vonásokat láthassunk viszont. Mennyi idő áll rendelkezésre, hogy a pályázatokat összeállítsák azok, akiket elért ez a felhívás, és akik gondolkodnak abban, hogy benyújtanak egy kidolgozott tervet? A pályázatot is szeptember 30-ig lehet beadni. Az első három helyezettet díjazzuk, az első helyezés bruttó 500 000 forintot, a második bruttó 200 000 forintot, a harmadik pedig bruttó 100 000 forintot kap készpénzben. Nem csak Nyírbátor lakosságához, hanem országosan kiküldésre került ez a pályázati felhívás, például az egyetemeket is egyesével megkerestük, és minden műszaki karnak megküldtük a felhívásunkat. Botforgatás, menetelés, kicsik-nagyok a Majorett táborban. Mi mindent csináltok itt a Majorett táborban? Szoktunk táncolni, forgatni a botot. Van-e idő megtanulni egy koreográfiát? Sajnos egy egész koreográfiára nincs időnk, hiszen ugye ez most csak 4 nap a tábor, de a legalapabb forgatásokat, pár lépést és ilyeneket veszünk át, hogy akik most szeptemberben kezdik a Majorettet, ők felkészüljenek rá, illetve könnyebben menjen nekik, és a kisebbek pedig, hogy ugye ők pedig még csak gyakorolnak. Azért, mert jó kis Majorett van itt, és nagyon tetszik a Majorett. Azok tetszenek benne, hogy mindig feladatok vannak. Sokat forgatunk a színpadon, meg az is tetszik, hogy még szép ruhában vagyunk. Melyik a kedvenc fellépésed? A finálé, meg a koncertek. Milyen velük dolgozni? Nagyon aranyosak egyébként. Hát néha még segítségre szorulnak elég sok mindenben. Ilyenkor mi segítők és a táborvezetők is a segítségükre állnak. Ugye te nagy csoportos Majorett vagy, és jöttél segíteni. Mi az, amit itt tudsz segíteni nekik? Hát a forgatásokban, hogy egyesével külön-külön is tudok nekik segíteni, hogyha szükségük van rá. A lépéseknél, a menetelésnél nagyon fontos, hogy ott álljunk mellettük, és segítsünk nekik. Hogy látod eddig, hogyan fejlődnek? Nagyon ügyesek egyébként, tényleg így már van, akinek elsőre mentek a forgatások, akiknek pedig nem, ők pedig gyakorolnak folyamatosan. Milyen program várható még, mi volt eddig, hogy néz ki egy tábori program? A tegnapi nap folyamán meglátogattuk a Bátor Média stúdióját, utána a Csekkő kávéházban ebédeltünk, és délután pedig egy kis játékos program várta a gyerekeket. A mai nap is egy ilyen játék indult, illetve aerobik, minden reggel ilyen zenés játékos bemelegítést tartunk, holnap strandra megyünk, pénteken pedig a Kulturális Központ színház termében teszünk látogatást. Kedves nézőink, a Bátori Zenei Napok egyik feledhetetlen hangversenye volt a Kantémosz kórus és a Visegrádi Négyek közös kórus hangversenye a református templomban. Akik nem láthatták, most ennek a zenei csodának lehetnek a részesei.
Yeah.
Gloria, 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 patri et filio, et spiritui sancto, et spiritui sancto, gloria, magnificat, gloria, magnificat, 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 magnific
Oh,
A Bátor Televízió műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!